side up, up, hide the side that gets blue. Life's too short to worry. A főszerepben Ronnie Barker, Bodrogi Gyula. Bemutatjuk a Clarence című filmet. Írta Bob Ferris. Jane Travers szerepében Josephine Tewson, Hacser Józsa. Mulatságos fickó ez a Clarence, az orráig se lát, és olyan esetlen, akár egy elefánt a porcelánboltban. És ez az ember költöztetést vállal, legalábbis vállalt, amíg össze nem költöztem vele. Amikor azt mondom, hogy összeköltöztünk, ne gondolják, hogy együtt is alszunk. Bár az éjszakát ugyanabban az ágyban töltjük. Tudják, egy vánkost tettem kettőnk közé, hogy megakadályozzak minden véletlenszerű, illetve az ő esetében szándékos átkörtülést. Mindez hamarosan úgyis másképp lesz, mert összeházasodunk. Szeretünk itt élni ebben a régi kis vidéki házban, és úgy döntöttünk, hogy együtt maradunk. Clarence igazán nagyon kedves ember, és én már is olyan közel érzem magamhoz. Kivéve az elmúlt hetet, amikor a pöcegödör tisztítóknál vállalt munkát, nem bírtam megközelíteni. Az állástól hamar megszabadult, de egy örök létbe került, mire a szagát sikerült elviselhetővé tenni. Kénytelen voltam a karácsonyra kapott párizsi WC-fertőtlenítőben lecsutakolni. Mondtam, hogy ez a párizsi szer csodákra képes. Igen, most úgy bűzlök, mint egy párizsi budi. De legalább tiszta vagy. Igen, hála neked. Belőlem is árad a szaga. Méghozzá olyan erősen, hogy kitették a szűrőmet a lelkészlakból. A lelkésznél szerint csak egy ledérnőnek lehet ilyen szaga, és ha ez tovább perjengen a házukban, az a hittanoktatásra járókra romboló lakhatna. De azért ezt nem csináltuk valami túl okosan, mert most sehonnan se lesz jövedelmünk. A pénz miatt ne aggódj, mert hazafelé jövet benéztem a postára, hogy érkezett esetleg válasz a hirdetésedre. Erre a pult mögött a hölgy azt mondta, hogy a faluban van egy néni, aki szeretné, ha gondoznák. Erre én alkalmatlan vagyok. Nem, én vállaltam el a megbízást. Rögtön el is mentem hozzá. Jaj, olyan édes kis teremtés. Szegénynek fél lába van. Akkor fele annyi cipőt kell csak pucolni. Rémes alak vagy. Még el nem felejtem. Szeretné, ha egy kertész is dolgozna nála. Ez neked való munka lenne. A néni át szeretné rendezni a kertet, és olyan dolgokat akar, amik oda vonzanák a lepkéket. Az összes lepke ott fog tülekedni. Van még te a kannában? Csak egy kis vizet kell önteni hozzá. Akkor hozom. Ezzel meg mit akarsz? Kivasalod a lekváros pirítóst? Milyen szórakozott vagyok, nem figyelek oda, mit csinálok. Gondolod, hogy boldogulsz majd azzal a kertész munkával? Igen, persze, csak az a baj, hogy nem tudom megkülönböztetni a virágokat egymástól. Városi fickó lévén a temetőben láttam csak virágot. Évekig azt hittem, csak ilyen pacnikban nőnek. Mrs. Tisridge, nem a botanikai szakértelmedre számít. Inkább csak gyomlálgatni, kerebiézni kell. Hát a gyomokkal nem lesz probléma, az biztos. Én a felőkorán sem vagyok ilyen nyugodt. Hogy eldugom a hölgy szemüvegét, akkor ő se veszi észre a különbséget. Majd te kijössz velem, és ráböksz arra, ami szerinted gyom. A legbiztosabb az lenne, ha ki is húznám őket helyetted. Majd megoldjuk valahogy. Milyen jó lesz egymás mellett dolgozni, ugye? Igen. És közben kihirdetnek minket a templomban. Még 3 hét is házasok leszünk. Igen, akkor végre búcsút mondhatunk annak a nyavajás vánkosnak. Már alig várom azt az estét. Mi lenne, ha megcsókolnál? Tudod, még sose csókoltál meg úgy rendesen. Van még egy kis nyelvem, ha kérnél. Hogy, micsoda, mit, olyan? Hideg nyelv. Jaj,
A tegnapi földnyelből maradt egy kicsit. Ja, már értem, persze. Hát, ezzel a csókkal egészen jól laktam. Igen, nekem is jól esett. Az az érzésem, mintha egész életemben ott lettél volna mellettem. Képtelenség, hisz te öregebb vagy nálam, sokkal öregebb. Hány éves vagy? Te hány éves vagy? 55. Na látod, mondtam én itt a bizonyíték. Ha te ennyivel öregebb vagy nálam, én ennyivel fiatalabb vagyok nálad. Nem igazán értelek. Hát ez az, épp ezt akartam. Mit akartál? Titokba tartani a korom. Istenem, a női titika, hisz úgy sincs jelentőség, elvégre nem kell mindent tudnom rólad ahhoz, hogy szeresselek vagy elvegyelek. Én se tudom, kihez megyek feleségül, nem igaz? Én hozzám jössz feleség. Igen, de hát ki vagy te? Az a fickó, akivel most éppen vacsorázol, és aki együtt alszik veled éjjel. Hé, mi meghallja valaki? Hé, nincs itt senki. Na és a tyúkok? Nem baj, izgalmukban majd több tojást tojnak. Úgy értettem, hogy én sem igen tudok rólad semmit. Például a korábbi életedről. Nem sok mindenről maradtál le. Elvégeztem az iskolát, aztán dolgoztam az apámnak. De sosem néztünk egymással farkas szemet. Útba volt a szemüvegem. Aztán egy darabig boxoltam. Úgy bizony. Boxoltál? De az nagyon veszélyes. Nem, a bakkancs boxolás nem. Inkább büdös. Volt egy idős főnököm, akit nagyon nem csíptem. Egy pár hónap múlva odébb álltam. Miért? Egy goromba megjegyzése miatt. Mit mondott neked? Hogy ki vagyok rúgva. Aztán egy bontóüzembe kaptam állást. A másik lehetőség egy üveggyár lett volna. Szerintem bölcsen választottál. Aztán jött a háború, a feladat nem volt új, továbbra is rombolni kellett. Belgiumban megbotlottam, Párizsban begipszeltek, a Dardanellákon meglőttek. Megmutassam a nyomát? Ha a Dardanelláidon van, akkor ne. A Dardanellák az egy hely. Csak ugrattalak, hogy levegyelek a lábadról. Nem bánom, de a Dardanelláimra vigyázz. Hát akkor ideje lefeküdni. Igen, gyerünk. Reggel megyünk dolgozni mind a ketten. Kakasokkal kell kelnem. A helyedben inkább lefeküdnék egyel. Nem bírsz kívánni 3 hetet. Dehogy nem, ezen már nem múlik. Na és azt a véntyúkot, akinél dolgozni fogunk, ismerem? Mrs. Tisridget? Igen, biztosan látod őt a faluban, abban az ormótlantól okocsiban. Olyan fakó arcú, bodros hajú. Én mindenkit olyannak látok. It's a lovely day tomorrow. Tomorrow is a lovely day. Come and feast your cheer-dimmed eyes. Jó napot! Hát te meg mit üldögélsz itt? Befejezted a munkádat? És az öreg tyúk mit csinál? Milyen öreg tyúkról beszél, Mr. Sale? Elnézést, asszonyom, azt hittem Travers az. Vagy úgy? Igen, tudja, a kanária után érdeklődtem. Van egy tündéri kanária, és imádja. Csibikének hívják. Gyakori név a kanáriknál. Legalábbis a női kanárik közben. Igen, nagyon gyengét kis teremtés. Ha csak egy jó szót szól hozzá, az ember már is hanyat dobja magát. Ugye ő még mindig a kanáriról beszél? Hogyne, persze, ja, persze, igen. Hogy is mondjam, szóval úgy értem, hogy hát, na, hát zavarja, ha rágyújtok? A legkevésbé sem. Kegyed dohányzik? Szívesen rágyújtok. Nagyon erős ám. Imádom az erős cigarettát. Sajnos csak egy van. Nem kérek többet, köszönöm. Jaj, Istenem, nincs nálam gyufa. Majd elszívom később. És ön most mivel foglalatoskodik? A rózsáit készültem meglocsolni. De azok liliomok. De ha ügyesen locsolok, még rózsákká is válhatnak. Lehet. Na és ehhez mit szól? Á, kötögettünk. Nem lát a szemétől? Ez hímzés, nem kötés. Igen, tudja, torzít a szemüvegem. Na hát, igazán nagyon szép. És mi ez? Mária királyné. Á, nagyon szép kézi munka, akár az igazi. Még a szemölcse is megvan.
Na, hogy boldogulsz? Remekül, most kezdek locsolni. Hé, te! Hogy jut eszedbe ilyesmit csinálni, még a végén meglátják? Mit? Nagyon veszélyes dolog ezt tenni valakivel. Főleg, ha a vőlegényed az illető. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Én csak úgy kíváncsiskodtam. Feslegesen aggódsz. Minden rendben volt, amíg fenéken nem bögtél. Na hát nézzenek oda. Persze jellemző. Amint slagolni akar az ember, már is esni kezd. Esik az eső, jobb lesz, ha betolod a hölgyet. Ugyan, csak futózápor volt. Már újra süt a nap. Hát tényleg. Jól van, akkor gyerünk vissza a locsoláshoz. Na nézzük. Ráérsz a locsolással, előbb ígyunk egy teját. Jó, rendben. Mond, biztonságos dolog a hölgyet kinhagyni, ha én nem vagyok. Biztonságosabb nem is lehetne. Mégse szeretném, ha rongyázna. Hát épp ezért hívlak be. Hányszor mondtam, hogy ezt hagyd abba. A kakajója, hölgyem. Reggel hánykor kívánja az ébresztőt, asszonyom? 7:30 kell, csempel, legyen szíves. Igenis, asszonyom, majd oldalba bököm. A mindenit. Kész szerencse, hogy nyitva volt az ablak. A macska már kevésbé volt szerencsés, mert tudja, hogy leégett a szőre. Ez nem macska volt, szerintem errefelé nincsenek is macskák. Hát akkor egy mókus volt, aki megtanult nyávogni. Ó, gondolod, hogy vad? Te is megvadulnál, ha nyakon öntenének. Megütötted magad? Nem. Ne izgulj a kakó miatt, majd főzök másikat. Idd meg az enyémet. Ó, de kedves vagy. Kösz. Ó. Adnál egy kortyot? Ó, persze, tessék. Kösz. Hé, álljon meg a menet. Eltévesztetted a helyed. Ne izgulj, még nadrágban vagyok. Ja, ha már a nadrágról van szó, mit veszel fel az esküvőre? A legjobb öltönyömet. Ó, nem is tudtam, hogy van ünneplő öltönyöd. Hé, mindenkinek van jó öltönye, így aztán nekem is kint a teherautóban. Egyszerre 3-at csináltattam ugyanazzal a Szabóval, már vagy 12 éve. Szabóval csináltattam? Aha. Nem lehetett olcsó mulatság? Nem, csak 35 csilinget számított fel összesen a 3-ért. Olcsóbb, mint egyet venni 50-ért. És minek 3? A Szabó azt mondta, hogy tovább tartanak, ha az ember váltva ordja őket. Nem mennek szét a hamar. 2 mégis szétment, így már csak 1 van. És ez milyen színű? Hát olyan kékes, barnás, szürkés lehet, de én nem értek a színekhez. Biztos ráfér egy alapos vasalás, mert most olyan lehet, mint egy rongyszőnyeg. Majd én rendbe hozom. A seregbe is én vasaltam a ruháimat, különben is a vőlegényt az ünnepi öltönyében látni a nagy nap előtt bal szerencsét jelent. Hát ezt a mennyasszonyra mondják. Mi lesz már, irány az ágy? Ó, veszélyes parancs. Már csak 3 hét van hátra. Tudom, és akkor örökre megválunk ettől a vánkostól, mert lesz egy külön bejáratú vánkosom. Miket mondasz, Clarence? Hallgass ide, Clarence, ha eljön az ideje a nászéj szakánknak, akkor a dolgokat fog lassúra. Érted, hogy értem? Nem sok dolgom volt férfiakkal, és nem szeretném, ha sürgetnél. Elvégre még előttünk az élet, nem igaz? Persze. Tudom én, hogy érted, igen. Tudom én, hogy bumfordi ember vagyok, és folyton neki megyek mindennek, de ha kell, fegyelmezett is tudok lenni. Igen. Tudod, te vagy az én mindenem. Szeretném, ha tudnád, hogy mindent megteszek azért, hogy gyengéd, türelmes és szerető férjed legyek mindörökre. Tudom, hogy az leszel. Szóval ne aggódj. Nem rontok ajtóstul a házba. Istenem, segíts meg engem 3 hét múlva.
kérdezhetnék valamit? Na, kivel? Hogy jutunk el a templomba az esküvőnkre? Hát ezzel. Na, ettől tartottam. Nem lesz idétlen, ha a mennyasszony egy teherautóval anyja mögül száll ki. Szóval megint nem hagysz vezetni? Nem hagylak. Majd megállunk a templom mögött, és előre sétálunk. Nem fogják észrevenni. Elvégre nem lesz ott a nagy tömeg. Nem hívtunk meg senkit. Nem mennénk gyalog. Másfél kilométert. Inkább a gyalogolás, mint ez az ócskatragacs. Ócskatragacs? Ez az életem egyetlen öröme és büszkeség. Azt hittem, én vagyok. Akkor ez az egyetlen másik örömem és büszkeségem. Olyan becses neked. Mit csinálsz, ha ellopják, amíg bent vagyunk a templomban? Á, egyszerű. Kiveszem ezt a kis alkatrészt. Rotorkar, látod? Ha ez a pecek benn van a zsebemben, nem lehet elindítani. Bevált trükk ez. Én akkor is szívesebben mennék gyalog. Édesem, erről ne nyissunk vitát. A teherautóval megyünk, rendben. Még meglátjuk. Na, gyerünk, mert kihűl a teja. And the call is yelling, kill the referee. But no matter what the score, when the clock strikes four, everything... Hány kanállal kér a teájába, Mr. Szél? Köszönöm, kanál nélkül szeretem. Maga nagy tréfa, mester, az biztos. Néha nevetni is kell, igaz? Bizony, az jót tesz. Most már igazán ideje dolgoznom. Ó, badarság, üljön le és meséljen el magáról mindent. Maga tulajdonképp fuvarvállalkozó volt, ugye? Igen, azelőtt ebből éltem, a Travers mostanában nem szereti, ha a teherautót vezetem. Szerinte megromlott a látásom. Az, hogy 20 éven át vezettem teherautót, úgy látszik, nem számít. Sok idővel kellett megtanulni? Nem az idővel volt gondom. Ha nem? Inkább a kocsikkal. Jó, Istenem, tanuljon csak meg szépen lovagolni. Én kicsit tudok lovagolni. Én imádom a lovakat. Kislánykorom óta bámultam őket a cirkuszban. A cirkuszi artisták csodálatos lovasok. Volt ott egy ember, felugrott a ló hátára, aztán lecsúszott alulra, elkapta a lófarkát, és a végén hagyta, hogy a ló húzza. Nagy így, én ezt már az első alkalommal megcsináltam. Ez a szenes ember lovával történt. A kertje ott volt az utcánk végén, és munka után hagyta, hogy lovagoljak egyet. Nagy darab fekete lova volt. Hát egy szenes ember mire menne egy fehér lóval? Nem győzni fürdetni. Igaza van. Na és hogy tetszik a kertem? Ó, nagyon szép, nagyon szép. Azok ott kimondottan gyönyörűek. A bakszakárra gondol? Bakszakár? Én meg azt hittem, hogy virág. Ilyen melegben én leborot várnám. Nincs kedve sétálni egyet? Sétálni? Igen. Tudja, nekem csak fél lábam van. A másikat mutatóba hordom. Bármikor lecsatolhatom, mint más emberek a karórájukat. Kölcsön adnák a kanáriukat? Kanárit? Azt mondta, Traversnek van egy kanária. Ja, az a kanária. Ja, igen, igen. Igen. Tudja, egy darabig el tudok bicegni, de annyira már nem, hogy bebaranguljuk az egész vidéket. Nem, én úgy értettem a sétát, hogy én lököm, kegyed meg gurul, tudja? Értem, ez kellemesen hangzik. Mehetünk? Rendben, és nem kell semmi az útra? De, jó lenne ezt a lábam is magunkkal vinni, felevelni? Hát persze, hogy ne, csak nem hagyjuk már itthon, igaz? Igen, köszönöm. Jó lesz így? Remek, még egyszer köszönöm. Na, hát olyan akár az igazi, nem? De. És könnyen lejön? Természetesen. Éjszakára mindig darabokra szedem magam. Van egy javaslatom, jövő szombaton elviszem egy táncmulatságra. Engem? Old lady passing by, catching everyone's eye. You have such a charming manner, sweet and shy. Little old bonnet set in place. Gyönyörű ez a környék. Igen. Fiatal asszony volt, amikor ide költöztem a férjemmel. Akkor talán még szebb volt, vagy inkább vadregényesebb. Elég vad ez a sok zöld így is, de azért szép. Én világéletemben vonzottam a természethez. El sem tudtam volna képzelni az életem egy városban. Azelőtt sűrűn jártam az operába. Szereti az operát? Igen, főleg, ha nem énekelnek benne sokat. Imádom a kvartetteket. A kvartettek olyan lenyűgözőek, nem gondolja? Hát biztos jobb, mint 4 szólót végig hallgatni. Oh!
Jaj, Clarence! Maga az, akire azt mondják, hogy óvakodjon tőle az ember. Maga lesz a halálom, érzem. Megérkeztünk. Mondja, biztos nem akar bejönni? Nem. Nekem hozzon egy csomag krumpli szirmot, de friss legyen, és hozzon hozzá egy pici sót. Igen, értettem. Jövök, csak megiszom egy felest, mielőtt még kimondhatná, hogy Jack Robinson. Jack Robinson? Én egy pillanat, ez így nem ér, hiszen még be sem mentem. Mindjárt jövök. Jó. Addig én kimegyek. Sajnos éppen elfogyott a krumpliszirom. Lejjebb van egy másik kocsma, majd ott iszom meg a sörömet. Indul a kocsi. Imádom a csokoládét. Mindegy, hogy milyen étcsoki, vagy tejcsoki, romlócsoki, nem számít. Mióta az eszemet tudom, élek, halok érte. Nem bírok betelni vele. Egyfolytában mohón kívánom. Ez szinte már olyan, mint valami betegség. Megőrülök, ha nem kaphatom meg. Elnézést, asszonyom, hadd szabadjon megkérdeznem, mennyi az idő? Ne molesztáljon. Egy óra van, és a férjem otthon vár. Egy nagy melák, és rajtam keresi az ebédjét. Hát nem bújhatok el. Ez lökött volt. Na, már itt is vagyok. Kinyissam magának? Tessék. Csak aztán az acskót meg ne egye. Biztos kiment a vécére. Halló, én vagyok az, csak nyugodtan. Itt leszek a közelben, ha fel kéne emelni a lábát. Menjen innen, vagy hívom a rendőrséget. Maga az Mrs. Tisztrics? Nem, de attól még nehezen megy. Az kellemetlen lehet, de azért kitartás. Biztosan kiesett való útközben. Persze, hogy itt csendben volt. Én meg azt hittem, hogy alszik. Ja, Istenem. Ez a nő nem aludt, hanem repült. Az egy órával ezelőtt megnéztem volt. Megnéztem az összes kártyúban az úton, de nem találtam a nyomát. Hát ennek csak egy magyarázata lehet, az, hogy valaki elütötte, és kórházba került. Legjobb lesz, ha telefonálok. Igen. Inkább te. Én? Nagyon kérlek, aztán tapintatosan közöld velem a hírt. Nekem ez nem megy, tudod, hogy rossz a szemem. Kit érdekel a szemed, te mamlosz? Itt hallani kell. Hát a hallásommal sincs minden rendben. Telefonálj te. Ne vitatkozz, fogd a kagylót. Mégis hogy kell ezt csinálni? Csak leveszed a hallgatót, megtekered a tárcsát, és már csöng is. Jaj, látod, még hozzá se nyúltam, és csönget magától. Valaki nekünk telefonál, biztos a kórházból. Halló, kórház, hogy van, szegény? Hogy micsoda? Ja, Istenem, és most eszméletlen? Már is indulok, igen. A kórház volt? Nem. A kedvenc kocsmád volt. El kell mennem Mrs. Tisztridge-ért, mert nincs olyan állapotban, hogy hazajöhetne. Szóval a véntyúk titokban alkoholista. Ez
Ott álltam a templom kapu előtt, a templom kapu előtt, a templom kapu előtt. Rájöttem, hogy a fiam füstöl. Hol vagy ég? Milyen személy? Is that one of the three suits your friend made? Yeah. I've only got one left now. The other two wore out. I had a grey one, a brown one, and a blue one. And which one is that? It's the grey one, isn't it? Yeah, it's the grey one. I picked the carnation out of the garden. It's lovely. You look grand. Shall I go and warm up the van now then, eh? You have come round about going in the van. You don't mind anymore, do you? Now, you go and get it started. Yeah, right-o. Someone's pinched a rotor arm. Oh dear, must have been those boys I saw playing round the van yesterday. Why did they do it? Why? Well, just mischief, you know what boys are. Yeah, I know what they are, little swine, that's what they are. They probably just hurled it right across the field somewhere. I expect it's lying deep in the undergrowth at the back of beyond. Never mind. Oh, come on, cheer up. It's our wedding day. Well, that's always been my first love, that van. Well, now I'm your second love. Yeah. Yeah, of course you are. I got you now, am I, mm. Eh? What's that? Never you mind. That's part of my underpinning. Underpinning? You're not going to collapse when you take your corsets off, are you? No, of course not. Anyway, you'll find out later on, won't you? Come on. We'll be late. Yeah. Are you ready for this? Because this is for good, you know. Forever. Yeah. Turning point in my life, this. Now I can see me way clear.